Sziasztok, ez itt újra a Brewing Stradás, látjátok. A Wall Street farkas a 2013 egyik legnépszerűbb pillanat volt itthon is, Martin Scorsese rendezésében. Nem csak azért, mert újra felnyitotta a szemüket azok, akik szerették a Cápa című filmet, vagy aki 2008-as válság idejében látott és illetve játszódó filmeket szerették. Nem azoknak is, akik szerettek valami szatirikus, vígjátékos, humoros, de mégis komoly drámát, illetve komoly témát, meg fog a filmet is egyszerre látni. Na, ők szerették a Wall Street farkasát, és nekem is tetszett ez a majd 3 órás eposz, ha ezt is mondhatnánk vicces módon. És DiCaprio egyik legjobb alakítása, szerintem a Viharsziget és a Django Malátot alakítása mellett. Hát nézzük, hogy mi is található benne. Ez közben újabb az történeti mesőkövet alkotott, mondja Peter Travers a Rolling Stone-tól. Az év legjobb filmje mestermű, mondja James Vernier Boston Herald-tól. Látunk egy rövid leírást a történetről, illetve természetesen a szereplőkről is. Mert természetesen magyar feliratos extrák vannak rajta, a Farkasfalka címmel, Vadulás, illetve Wall Street farkasa, kerekasztalon, gondolom a készítők beszélnek egymással. Aztán van egy 1080p HD-s, Full HD-s, 2.4.1-es képarányú filmes képminőség, illetve DTS HD Master Audio magyar 5.1-es hangzás, angol 5.1-es és cseh 5.1-es. Tehát így látszik, kevesebb extra volt, viszont azok érdekesek, és kevesebb extra miatt több hely van adta a jobb minőségű hangra. A feliratok természetesen magyar és egyéb feliratok, a film 179 perces és távislával együtt. Képfelbontás többféle lehet az extraknál, illetve változó hangformátummal. Érdekes, hogy a film csak 16-os karikát kapott, sokkal előttem R-es, rated, R-rated változat volt, kifelé, mert a 18-as. Na, 16-os felé, hát amik vannak benne, az kicsit durva. Néhol. Belülről pedig érdekes, hogy nagyon egyszerű, de hát sokak szerint esetleg nagyszerű idézővel borítót kapott a DVD. A háttérben egyébként lehet látni még a hátsó képeket egy picit. Hát belül lehetett volna sokkal szebb is, ez a sima kékség. Ez egy kicsit ilyen szempontból nekem csalódás, a film az viszont továbbra is nagyon jó. Ez is Provideo kiadás, tőlük azért általában megszokhattuk a minőséget, a képminőség által nagyon jó, és tőlük azért az extrák azok tényleg érdekesek. DiCaprio pedig szuper benne, de csak őt emelkedően Margot Robbie, és nem csak azért, mert jól néz ki, hanem a színészi játéka miatt is. És bizony ebben a filmben szerintem még Jonah Hill is jobb volt annál, amit általában nyújtani szokott, mondjuk nem kell nagyon sokat várni tőle, de szerintem itt azért többet adott magából a színészi erejéből. Hát, úgy szóltatok, sziasztok!